Sziasztok! Ide be is fészkeltem magam a kötőfékek és egyebek boltba, és hát most nézem ezeket a csodálatos kis lábszárvédőket, és előnyitott invédők, vagy lábszárvédők, mindegy. Mutasd meg a tehetségedet a Jorviki Rangshow-n, a Bölény Barna szette. Fontos, csak harmadik generációs lovakra lehet feladni. Jó. Akkor én már most feladom ezt az egészet. Na, most miután, hát én pont egy olyan szettet hoztam, ami annyira nem passzol ehhez a verzióhoz, de ez minket szerintem nem fog zavarni, és nekem a korom fekete fog kelleni, mert hát ismertek, én tiszta fekete vagyok, és szerintem a shillingre meg is vettem, és veszek egy kötőféket is, ami hát mindjárt megnézzük, hogy mi célt szolgál pontosabban. Amúgy egész jól néz ki még ehhez a szethez is, de mondjuk, hogyha kicserélem ezt egy fehérre, akkor még talán egész jól néz ki. Az a baj, barna nyereg nincsen nálam, és szerintem benn van az istállomba. Na! A következő, egy arany keresgetéshez hasonló feladatot kaptunk most a hétre, és ahogy itt látom, ilyen rögöket kell majd nekünk keresgetni, legalábbis az alapján, amit olvastam a frissítésbe, ez lesz a menü, és hát kíváncsi ezek, hogy egyáltalán mit kell csinálni, mert ami azt illeti, nem nagyon néztem utána, annyit láttam belőle, hogy föl kell elvileg törögetni ezeket a rögöket, és akkor kiszórodnak belőle aranyak, és azt kell összeszedni, valami ilyesmit láttam. És hol a kötőféke? Itt van a kötőfékem. Tehát, hogyha én itt leszállok, és itt vezetgetem a lovam, akkor annak van értelme, hogy... Vagy ennyi? Ennyi a funkció? Köszönöm szépen, SSO, megint nagy vagy. Itt a szamár. Na, örülök, hogy összefutottunk, Cimbora. Készen állsz, hogy részt vegyél az aranylázban? Hadd mutassam meg, hogy is működik. Nya, mutasd meg. Látod ott ezt a szilát? Az egy szikla akar lenni szerintem. Lehet, hogy értékes aranyrögöt rejt. Tessék, itt ez a csákány, lengesd meg jól, és hamar megtudod. De készülj fel, ha van itt arany, akkor lehet, hogy szerte széjjel repül, úgyhogy mindenképp gyűjtsd be az összes apró darabot. Jó. Na, akkor szúró próba szerűen. Juhú, aranyat találtál! Még üss rá párszor, és állj készen az aranydarabkák begyűjtésére. Na, még egyszer. Gyorsan, hé, szedd össze az összes aranydarabkát, mielőtt a banditák elhapolják őket. Csak viccelek, valószínűleg nincsenek itt banditák, azt hiszem. Na, jó, tehát akkor én nekem ezt most össze kell szednem. Ennyi? Ügyes voltál, nem kell így visszahoznod az aranyat nekem. Manapság már aranyátutalással intézzük a dolgokat. Ilyenük aztán nem volt a régi vadnyugaton, én mondom neked. Még valami, nem mindegyik sziklában van arany, ha bár csak úgy lenne. Akkor aztán gazdag aranyású lennék. Úgyhogy egy kicsit körbe kell nézned, mielőtt aranyra lesz. Jó bányászást! Hát köszönöm, de még konzultingolok a bátyjával. Ügyes voltál, Cimbi? No, ide hallgass, ha elég csillogó aranyat hozol nekem, valami csodás dologgal jutalmazlak meg. Csak keresd azokat a sziklákat továbbra is Firgrove körül. Na jó van, oké. Körülnézünk, mit szóltok hozzá. Megcsekkoljuk, hogy mi a helyzet. Kicsit még lassú vagyok, mert rossz a lovamnak a kedve is egyrészt. Most ez mi? Folytasd a keresést. Folytatom, van annyit, mint a nyúlszar. Ez az, álljál is meg. A gyerekek, nem tudom, hogy mennyi időt fog igénybe venni, amíg itt az összeset megtalálgatom, de reménykedjünk benne, hogy a mostani alkalommal meglészen. Háj, gyerekek! Kudarcot vallottam. Egyet se találtam, már itt bolyongok majdnem egy órája, és most úgy vagyok vele, hogy ebből most így nekem elég volt, mert föl fogok húzni magam rajta. Hát nem tudom, hogy ezzel én mikorra fogok elkészülni, semmit nem merek megígérni, de ettől függetlenül azért igyekszem majd összeszedegetni ezeket a valamiket, már csak azért is meg kíváncsi vagyok, hogy mit kapunk a végén, lehet, hogy izé valami kötőféket, vagy egy ilyen invédőt, vagy mi a franc ez, ilyen nyitottat, nem tudom, hogy
Hogy mi lesz belőle, majd meglátjuk. Az is, de nem is fogom tudni összeszedni, de ez legyen a jövő zenéje. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és hát bocsánat, hogy nem tudtam nektek egyet se találni. Én szerettem volna, de a játék úgy gondolta, hogy én nem érdemlem meg. Úgyhogy ezzel majd még egy másik részben érkezni fogok. És a héten még egy dologgal készülök, de azt nem mondom meg, hogy mi lesz. Úgyhogy hétvégén valószínűleg várható majd egy újabb videó, és ilyen 11 óra környékén, hétvégén szokásos időben, általában 11 óra fele szoktam ezeket felrakni. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, bocsánat, hogy egy napot csúsztam vele, de tegnap kicsit másképp alakult a napom, mint ahogy terveztem. Úgyhogy ettől függetlenül köszönöm, hogy itt voltatok velem, írjátok meg a véleményeteket a frissítéssel kapcsolatban, és akkor a héten majd még érkezek új videóval. További szép napot nektek, sziasztok!